Különböző utakon lehet eljutni a felismerésig, hogy megértse az ember a világot, és feldolgozza mindazt a hazugságot, amely körülveszi őt, és egész élete során körülvette. Ez egy lehetséges út, amit ez a videó sorozat követ, és remélem, hogy aki eddig eljutott, az kellő nyitottsággal fogadja majd. Fontos szerintem megérteni magát a tényt, hogy a kifejezés Illuminati egy latin szó, melynek jelentése magyarul fényes. Ahogy ez ki fog derülni, a fény ezen összeesküvők számára a tudással egyenlő. A tudás az, melyet a bukottak az emberiséggel megosztottak. Mindez az imádat, melyben a világ részt vesz ma, ezen csoport vezetőjét, Satánt, az ellenséget, vagy a tudatlanok számára Lucifert jelképezi. Megpróbálom gyorsan bemutatni, hogy hogyan is jött létre ez a szervezet, mi a célja, és milyen módszerekkel dolgozik. Ehhez az egyik forrás a The Genesis 6 Conspiracy című könyv lesz, Gary Wayne tollából. És bár én nem olvastam a könyvet, a részek, melyeket olvastam, azokkal egyetértek. Azt sem mondanám, hogy Gary Wayne, aki mellesleg egy keresztény író, a tökéletes igazságot tárja elénk. Én csak azt mondom, hogy az információ, melyet be fogok mutatni, az teljes mértékben helytálló az én jelenlegi tudásom szerint. Azért használom ezt a könyvet, mert itt egybe van gyűjtve az információ, ha valaki utána akar nézni, megtalál minden adatot az interneten, egyszerűen itt össze van foglalva, úgyhogy feleslegesnek tartom, hogy több időt szálljunk a nyomozásra, ez annyira világos és elérhető mindez az információ, hogy ez kielégítő lesz számunkra. Ugye ez szerint a krónika szerint az Illuminati az 1500-as évek Rómájában alakult, és nem mást jelent, mint a beavatottak, vagy a megvilágosodottak csoportját. Ez jelenti a szó Illuminati, fényes. Később ez a csoport előkerült újra, mint a baváriai szabadkőművesek, melyek csoportnak tagja volt ugye a Rothschild vagy Rothschild banda, illetve a Bilderberg Group, amit ma ugye Bilderberg csoportként ismerünk. Ennek a csoportnak a célja egy új világrend kialakítása volt, és ehhez az új világrendhez elengedhetetlen az, hogy a kereszténységet teljes mértékben lerombolják, és ez a pusztítás a kereszténység egyik alfajával, az úgynevezett gnoszticizmussal, vagy a gnosztikus filozófia és tanítás segítségével fog valóra válni és megvalósulni. Ezt láthatjuk manapság a saját szemünk előtt megvalósulni, az, ami ma kereszténység címén megy, az nem más, mint egy pogány tradíció továbbélése napjainkban, egy tapasztaláson alapuló közelítés a teremtőhöz, ugye, amit ők tudatlanul teremtőnek gondolnak, aki nem más, mint maga Lucifer. Ez ennek formái mindaz, amit például a Felház képvisel, de a baptista, a karizmatikus és az össze ehhez hasonló felekezet. Még annyit hozzátennék, hogy maga a kifejezés, ugye Enlightened Ones, angolul Illuminati, latinul, ha megnézzük magyarul, ez a kifejezés annyit tesz, hogy felvilágosult, tisztán látó, világosan gondolkodó. Ez az, amit e csoport tagjai képviselnek. Míg a Mashiach, a megváltó azt mondta, hogy ő az út, az élet, az igazság, és ő az a fény a világban, ami az embereket megmenti. Ezek ugyanezt a gondolatot áttették egy másik síkra, és Satán vagy Lucifer szolgálatában ők magukat kiáltották ki fénynek. Ők azok, akik felvilágosultak, megvilágosultak, akik az információ birtokában vannak. Ők azok, akik irányítják a világot, és a saját tudásukon keresztül, az ember a saját tudásán keresztül képes eljutni az úgynevezett megvilágosodásig, ami egyenlő az ő világrendszerükben a megváltással. Természetesen ez a folyamat mára befejeződött, ez, amit az emberek kereszténységnek hívnak, ezt, ha a megváltó ma köztünk járna, fel sem ismerné. Nem hinne a személynek,
hogy ezek az emberek azt gondolják, hogy az ő nyomdokaiban járnak. Úgyhogy ez a folyamat befejeződött. Ma látjuk ennek az egész új világrend folyamatnak a végkifejletét tulajdonképpen. Aki vár még arra, hogy esetleg mikor fog ez bekövetkezni, vagy még tenni ellene valamit, az sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy elkésett. Az erkölcs teljes mértékben eltűnt a palettáról, és az emberek elvesztették kapcsolatukat a valósággal, hiszen az álomvilág, amiben belemerültek, az túlságosan erős, és kitért az élet minden területére, így az emberek nem képesek átlátni ezen már. A másik probléma a kereszténységgel az az, hogy a kereszténység, illetve az eredeti, azok az emberek, az a maroknyi csoport, aki még hajlandó követni azt, amit valójában a megváltó tanított, azok az emberek igazából a probléma forrás, hiszen ők lesznek azok, akik nem fognak beállni ebbe az új világrendbe, hiszen az ő hitrendszerük, a mi hitrendszerünk nem engedi meg azt, hogy más Istennek idézőjelvet téve szolgáljunk. Az összes többi embernek igazából teljesen mindegy, hogy hol él. A másik dolog, aminek teljesülnie kell ugye a vallásokkal kapcsolatban, az ugye minden vallás, mely ugye panteisztik, azt a szót használja, a panteizmus az azt jelenti, hogy minden Isten. Olyan nonsens dolgok, mint például a buddhizmus, vagy a hinduizmus, és az ehhez hasonló. De a pogányság, illetve az a fajta pogányság, ami felélett napjainkban, hogy a természet anya, meg ezek az ostoba dolgok, ez szintén ebbe a kategóriába tartozik. Ezek mind elfogadhatóak számukra, hiszen ezek már azt vallják, amit ők akarnak, hogy az emberek gondoljanak. Úgyhogy aki így gondolkodik, az már tulajdonképpen része ennek az új világrendnek spirituális értelemben. Magántulajdon, illetve a nemzetállamoknak az eltörlése szintén egy szükséges előzménye ennek az új világrendnek, hiszen az egység nem létezhet, amennyiben van magánszféra, magántulajdon, illetve nemzetállamok. Úgyhogy ezeknek a lerombolása szintén folyamatban van. Ezt láthatjuk a szemünk előtt a migráns áradattal, és a baloldali, szociális, illetve a kommunista eszme fel támadásával, illetve köztudatba való bekerülésével. Egy ennél érdekesebb kérdés azonban ez, amit ők globális gnoszticizmusnak hívnak, hogy az egész világra kiterjedő gnosztikus hozzáállás, gnosis, mint tudás. Ugye a gnosis szó azt jelenti, hogy tudás. Dictionary.com, gnosis, ugye tudás, spirituális értelemben, vagy misztikus jellegű tudás. Görög eredetű szó. Érdekes, hogy még mindig nem esik le az embereknek az, hogy mikor azt mondják, hogy mi a bizonyíték erre, mi a tudományos magyarázat, akkor ők tulajdonképpen a gnoszticizmusnak a résztvevői és spirituális értelemben ők már az új világrendnek a tagjai, hiszen minden, amit meg kell indokolni, amit tudást hirdeti, amit bizonyítékkel, valamilyen tudomány ág képes csak bizonyítani, az mind-mind a gnoszticizmusnak a világához tereli az ember közelebb, és tulajdonképpen annak a világnak egy-egy eleme. Ez a gnoszticizmusnak a jelképe, ugye az Ouroborosról már volt szó, a saját farkát megevő kígyó, ez egy horogkereszt, ami feltűnhet itt. Ez azt hiszem, hogy a hinduizmusnak a jelképe, vagy valami hasonló. A Dávid csillag utal a judaizmusnak a részvételére, ami szintén egy pogány tradíció, ugyanúgy, ahogy a kereszténység, ez ugye egy egyiptomi ang kereszt, de a keresztről már volt szó egy korábbi videóban. Mind-mind az összes vallás tulajdonképpen egy istenséget szolgál, ami nem más, mint a kígyó, aki a kezdetektől fogva arra buzdította az embert, hogy a tudást válassza az utasítások és az engedelmesség helyett. Ez a különbség a két embercsoport között, akik szembe fognak állni az utolsó időkben. Mindenki, aki ma magyarázatokat vár, egyenleteket, bizonyítékokat, képleteket, az tulajdonképpen ennek a vallásnak a résztvevője, ilyen vagy olyan formában. Ugye nem beszélve azokról, akik a buddhizmus, a meditáció, a tudatosság, a hinduizmus, judaizmus, kereszténység, iszlám,
és bármely más hivatalos és nagyobb úgymond vallás vagy egyház tagja, ők mind-mind ebbe a csoportba kerülnek. A mottója ennek a vallásnak "There is no religion higher than truth", ami annyit tesz, hogy nincsen az igazságnál magasabb vallás. Az igazság számukra a tudás jelenti az, amiről meg lehet bizonyosodni. Egy újabb kifejezés bukkan fel itt, ez a teoszófia, ugye a gnoszticizmus, ez a tudás maga, a teoszófia, Szófia maga a bölcsesség istennője, de a gnosztikusok szerint meg fogjuk nézni, hogy Szófia ki is az a karakter. Ez szerint, a filozófia szerint proféták és üzenetközvetítők minden generációhoz érkeztek, hogy üzeneteket közvetítsenek Istentől, úgymond. És nagyszerűen egybe mosták az ő tanításaikat az összes nagyobb egyház tanításával, így Mózes, Ábrahám, Mohamed, Buddha, mind-mind ezek az üzenetközvetítőkké váltak, és nem lehet tudni igazából azt, hogy mi a különbség az írás maga, az idézőjeletett Biblia, illetve az ő tanításaik között, legalábbis a tudatlanok számára nem nyilvánvaló a kérdés. Így voltak képesek lerombolni az összes, úgymond egy Isten hitet, és egybemosni a saját filozófiájuk és teológiájuk tanításaival. Fontos megérteni azt, hogy mindaz, amit mi szórakozásként élünk meg, a szórakoztató ipar idézőjelbe, az nem más, mint mágia. Ez volt az, ami régen, amit idézőjelbe boszorkánynak hívtak, vagy varázslónak, stb. Ez él tovább a napjainkban. A számok, a szimbólumok, a fények, a szavak, a ritmusok együttes hatása az, ami befolyásolja a nézőt. Ilyen értelemben mágia, nem a varázsbottal történő mágia. De ha valaki Harry Potterre gondol, könnyedén megértheti azt, hogy mi is az, mire gondolok, amikor mágiáról beszélek a szórakoztatóiparban. Narnia, a Hobbit, Gyűrűk Ura, Harry Potter, és így tovább, és így tovább. Nem véletlen az, hogy rengeteg hasonlóság van a gnoszticizmus, a miszticizmus és a teoszófia, valamint a különböző pogány tradíciók között, akár India, ugye itt Perzsiáról beszél, Egyiptom, Káldea, Görögország, Róma, illetve a Görög Birodalom, Róma, vagy akár a druidák, teljesen mindegy, mind egy és ugyanazon forrásból meríti az ismereteit, ez pedig visszavezethető magához, az ellenséghez, Luciferhez. Ő az, aki irányítja ezeket a sötét erőket, és manipulálja az emberiséget, illetve azokat, akik hajlandóak kapcsolatba lépni vele, akik megtanulják a módját, hogy hogyan lépjenek kapcsolatba ezekkel a sötét erőkkel. Ha valaki hisz benne, halleluja, ha valaki nem hisz benne, az nem azt jelenti, hogy ez nem létezik. Gnoszticizmus nem egy hagyományos értelemben vett vallási rendszer, gnoszticizmus az sokkal inkább egy filozófia, és ahogy mondtam, mágia, idézőjelben varázslás. Egyébként a kozmogóniából alakult ki, kozmogónia a világegyetem keletkezésének az elmélete. A világegyetem keletkezése 1 Mózes 1-ben le van írva. Mindenki, aki más úton jár, az sajnos egy tévúton halad. Teljesen mindegy, hogy mennyire téves az az út, onnantól kezdve ő már elkanyarodott az igazságtól. Ezért alakult ki ez a káosz a világban, ami ma kialakult. Kozmogónia volt az egyik alapja a gnoszticizmusnak, a vallás volt a másik, illetve filozófia volt a harmadik, és ezt a görög birodalomban és a távol-keleti rendszerekben ismert tanítások összességeként kellene mindenkinek elképzelni. Plátó volt az egyik görög, de az összes görög filozófus, akit mi ismerünk, ebbe a kategóriába tartozott, mind-mind humanista elveket vallott, és pogány tradíciókat hirdetett. A karakterek, akiket ma zsidóknak hívunk, szintén ebbe a kategóriába tartoznak, ők a kabalát adták hozzá, vagy a misnát, a zohárt, ezek mind-mind misztikus könyvek, ők ugyan ezeket a tradíciókat, illetve ezeket a rítusokat, illetve eszközöket használják fel annak érdekében, hogy kapcsolatba lépjenek az ő idézőjelbe tett istenükkel, aki nem más, mint Lucifer. Persze nem mindenki tudja, a többség nem,
azonban ettől függetlenül az igazság igazság marad. A Védák könyve, ami napjainkban egyre népszerűbb, az szintén ide sorolható, az egyiptomi vallások ugyanígy. Ahogy korábban mondtam, a hinduizmus, a buddhizmus, a taoizmus, a misztikus kereszténység, illetve valamilyen formában a mai pogány kereszténység is, a judaizmus, illetve a misztikus judaizmus, iszlám, mind-mind a gnosztikus filozófiához tartozik. A gnoszticizmus, illetve a mai társadalomnak az általános világnézete és úgymond vallása összefoglalható egy mondatban, mégpedig abban, hogy ez egy vallás, egy hitrendszer, mely halhatatlanságot szeretne elérni tudás felhalmozása segítségével. Tanítások és titkok azok, amelyek a halhatatlansághoz vezetnek. Ez körülvesz minket mindenhol. Ugyanúgy megtalálható a szkíta, magság, értelmetlen tanításban, mint ahogyan a Zoroaster vallásban szintén. Egészen visszanyúlik a kezdetekig. Ha valakit érdekel, a gnosztikusok szerint Zoroaster volt, vagy Zarathustra az, akivel ez elkezdődött, ugye ő az, aki a legenda szerint a régi vallás papjainak áldozatává vált. Egy másik történet szerint időszámításunk előtt a 12. században a legfelsőbb istenség Mazda, ahonnan egyébként az automárka neve is ered, bízta meg Zoroastert vagy Zarathustrát, hogy állítsa vissza a rendet a világban. Még az is érdekes ezzel kapcsolatban, hogy Zoroaster ugye ezt abban hit, vagy ez maradt fent, ez a legenda, hogy úgy gondolta, hogy volt ez a legfelsőbb istenség, ami a Ahura Mazda, illetve volt egy másik, egy Iker párja Angra, Mainyu, és ez az Iker páros volt az, aki a döntéseik következtében ellentétes oldalra került és egymással harcolt. Ajánlom mindenki figyelmébe a Gemini, vagyis az ikrekről szóló videót, ami a NASA-val kapcsolatos, illetve azzal, hogy hogyan is imádják és szolgálják még mindig ezt a istenséget, illetve istenség párost mind a mai napig a világban. Ez a kettősség jellemző magára, az ellenségre, Luciferre, a jó, a rossz, a sötét, és a világos, az ég és a föld, ez above, so below, ahogyan fent, ugyanúgy lent, a yin-yang szimbólum, ez mind-mind hozzávezethető vissza. A kettősség az, ami őt jelképezi. A szabadkőműves fekete-fehér kockás padló, a sakk, ezek mind tovább élnek napjainkban, csak az emberek nem képesek felfedezni ezeket a jeleket, hiszen nem ismerik magát a szimbólumrendszer. Következőekben meg fogjuk nézni most már tényleg, hogy a Thousand Points of Light, vagy az ezernyi fénypont mit is jelent, mi az, amit ki tudunk deríteni erről, hogyan jelenik meg napjainkban, hiszen ott van körülöttünk szinte mindenhol. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és hallelujah!